Családbarát fejlesztésekkel folytatódik a Liget projekt, új külsőt kap a Városligeti Kressz Park, és fejlesztik a ballonkilátó környezetét is. A tervezők azt ígérik, olyan tereket hoznak létre, amelyeknek nincsen párja Európában. A Városligetben eddig 25 ezer négyzetméter zöld felület újult meg, az épületek pedig több millió látogatót vonzottak. Egymást érik a koncertek a Magyar Zeneházában. Szinte nincs olyan nap, amikor ne lenne valamilyen kulturális előadás. De nem csak a programok, maga az épület is világhírű. Sorra zsebeli be a hazai és nemzetközi díjakat. Izgalmasabbnál izgalmasabb programok várják a látogatókat a megújult Néprajzi Múzeumban is. 400 műtárgy és meg annyi különlegesség. Egyebek mellett egy Budapest aranykorát bemutató óriás makett. Ez az intézmény a Városliget másik égköve. Jó. És gondoltak a sportolókra is. Sportcentrum, ifjúsági pályák és egy 2 kilométeres futókör várja őket a ligetben. Megújult a teljes környezet. Összességében 250 ezer négyzetméternyi zöld felületet hoztak létre. Feltörtünk több 10 000 négyzetméter betonfelületet helyette. Itt van az a gyönyörű Városliget promenád, ahol korábban parkolók, autók 1,5-2 000 autó állt naponta, és a nagyjátszótér, a futókör, az ifjúsági sportpályák mind-mind olyan új létesítmények a Ligetben, hogy sokkal többen jönnek ki a Ligetbe, hál' Istennek. Nem csak a szakma, a látogatók elismerését is kivívta a Liget Budapest program. A megújult szép művészeti múzeum csak nem 1,5 millió embert vonzott. A Magyar Zeneházát már csak nem 1 millióan nézték meg. A Millennium házára 300 000 voltak kíváncsiak eddig, de népszerű a gyerekek kedvence a nagy játszótér is, akár csak a kutyás élményparkok. A fejlesztéseknek pedig még közel sincs vége. Felújítják a Kressz Parkot és környékét, és a népszerű ballonkilátó környéke is teljesen megújul. Azt ígértük, hogy olyan attrakciókat hozunk létre, olyan új élményeket költöztetünk ide a Városligetben, ami egészen más minőség. Olyan, ami korábban Budapesten, de megkockáztatom Magyarországon sem volt elérhető. Az elmúlt 10 év fejlesztései, legyen szó a nagy játszótérről, vagy éppen a Mőcsényi Mihály Botanikus Kertről, kutyás élményparkokról, vagy a sportcentrumról, azt igazolják vissza, hogy ez sikerült is. És már tervben van az új Nemzeti Galéria létrehozása, amely az egykori Petőfi csarnok helyére épül majd. Az építkezés 2024-2025-ben kezdődhet el. A tervezők azt ígérik, olyan komplex kulturális negyed jön létre, amelynek egész Európában nem lesz párja.